Áprili Lajos a csavargó a halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül. Úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből csak egyetlen barlangod jutott nekem, és megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken. De ha tavaszod jő, enyém az erdő. És jó hozzám az erdő. Ennem ad. Rigó szavaddal kelt a kora reggel, s ott van ma surran este sünfiad. Gazdám, a nyár, az ősszelhút levéllel új őszig minden gondot eltemet. Mezitláb járom harmatos mezőidet, s verőfényet fürözti mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kúrjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyörészem, s uram, te hallgatod. Zöld asztalmon vagy gyümölcs az étel. Otthon kínálott tűz nem mint felém. De mondd, volt-e valaha szép világod valakié úgy, ahogy az enyém? Ronyruhámat egy rándítással elhullathatom. Saruim szíjasen marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod. Igéd szerint egészen mesztelen. Nagyon szépen köszönöm Tamásnak, hogy elindította az estét. Őróla van itt szó. Áprili Lajos, akiről Turzó Gábor azt írja, hogy Arany János híres őszike korszakának férfi hangja most Áprili Lajosban folytatódik. Vagy Hegedűs Géza azt írja, hogy az áprili varázsnak az a fő titka, hogy kifejezi egy olyan ingathatatlan, becsületes férfi lelkét, aki harmonikusan akar élni egy diszharmóniákkal terhes világban. Hát ő Áprili Lajos, akit nem nagyon ismerünk. Ő Áprili Lajos, aki Brassó szülötte, és Visegrádon élt, az én falummal szembe, és most hazahoztam. Hazahoztuk Nacsinák Gergely András segítségével, akit úgy fogunk megidézni, hogy ő fogja mondani az Áprili Lajos prózákat, mert ez egy kettes előadó, ez csak ő nem tudott jönni, mert nem engedte el a előjárója, mert ő pap. De vágjunk is bele, induljunk el egy szellemidézésre, Áprili Lajosnak a szellemének megidézésére, aki 50 évvel ezelőtt augusztus 6-án hunyt el Budapesten, élt Brassóban, Parajdon, Kolozsvárott, Visegrádon. Ez egy 70 perc. Sok esztendőt adatott élnem a földön. Ahogy szaporodtak hátam mögött az évek, egyre többször kérték, mondanék valamit az életemről, munkámról,
verseimmel. Adnék számot arról, hogy ki voltam, mit csináltam. Ilyenkor rendszerint nem tudom, mit felelhetnék. Voltam, mint a többi ember. Láttam életet, halált, neveltem gyermeket és unokát. Sokakat szerettem, és sokat el is temettem azok közül, akiket szerettem. Egyszer álmomban nyírfa voltam. Ezüstkérek borított a testem, és tövemnél forrás érfakadt. Miféle biográfiája volna egy nyírfának? Rügyezés, növekedés a fény felé, levélhullás. És hogy költő volnék. Költő Dante volt, Petőfi, Adi. Én mindössze ember voltam. Remegő, daloló. Daloló, mert verset asztalnál leülve sohasem írtam. A kész költeményt mindig az erdőből hoztam magammal, ott született meg a maga természetes közegében, mint a madárdal. De milyen életműve volna egy fekete rigónak? Nem tudok számot adni magamról. Néhány pontos szóval megmondani, ki voltam, mi voltam. Két szem voltam, amely a világra rányílt. Lábak, melyek aszfaltutakat és ösvényeket tapottak. Kezek, amelyek ölelésre és gyilkolásra egyaránt készségesen mozdultak. Mindig több szeretetet kaptam embertársaimtól, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántásért, elfeledtem. S ha nem is tudom elmondani, ki voltam, azt elbeszélhetem, mit láttam.
Én gyöngefa többször megpróbáltam gyökeret verni, de a század orkánszerű forgószelei mindig megtaláltak. És kiszakították, éppen csak megmelegedett, épp hogy utat lel gyökereimet. Nagyhegyek lábánál születtem, őségi városban, ahol ötvös volt az egyik szépapám. Az ő pontos keze munkájának nyoma még feltalálható verseimben. Két esztendős koromban el kellett hagyni a várost, és nemigen maradt más belőle, mint az anyám szemében, mint fájdalmasabban égő nosztalgia. Északra, a Sóvidékre mentünk, itt kapott munkát tisztviselőként apám a gyárban. De mielőtt az erdők fölneveltek volna, kenyérkereseti okokból Kolozsvárt kellett megtelepednünk. Itt jártam ki az egyetemet is, míg valójában kétlaki életet éltem. Apám még akkor már a Havasokban laktak, fenn a Galbinán, én meg a kolozsvári diákélet, a kávéházak füstös zsivaja és a galbinai kristálykék nyugalom közt ingadoztam. Vizekben és medvékben gazdag havasi világ volt az. Idős szüleim számára viszont maga a keserű számüzetés. Megjártam Párizst, ahonnét majdhogy nem hazamenekültem a királyhágó védett sáncai mögé. A védett sáncokat hamarosan áttörték a más országokban támadt viharok. Erdélyt is el kellett hagynom, enyeden született fiaim már Pesten nőttek fel. De ott sem bírtam sokáig, csak úgy, hogy éppen látó és halló távolságon kívülre mentem, és építettem egy házat, Szentgyörgy pusztán, a Visegrádi völgy felett. A vihar itt sem kímélt. Elsodortam mellőlem gyermekemet és kisunokámat, akit pedig mindenkinél jobban szerettem. De itt, az erdő alján, a fák lombja közt kellő szelet hallgatva, gondolatban újraélek mindent. És úgy tetszik, a hajdani tavaszok illata és a galbinai erdők rég elfeledett hangjai is visszatérnek hozzám. Most gyűjtsd a fény.
szállt. És kér a számra, szedd a napsugárt. A falun patakok futottak keresztül. Magas bükkerdőkből zuhogtak alá. A bükkerdőkön túl fenyőrengetegek sötétlettek. A fenyőrengetegeken túl volt a végtelenség. Amikor egyszer finn tájakról északra a lapvidékek felé küldtem képzeletem, gyermeki érzésem megismétlődött. Ott, ott arra északra van a végtelenség. Egy nap édesapám szokatlan időben jött haza a gyárból. Pásztorforma legény követte. Csodálkozva néztem rá, mert óriási madarat szorított a melléhez. Az egyik kezével a nyakát fogta át, a másikkal a két nagykarmú lábát szorította. Akkor már ismertem a vércsét és a tyúkjainkat fenyegető héját, de ekkora ragadozó madarat sohasem láttam. Miféle madár ez, édesapám? Kérdeztem megdobbanó szívvel. Kőszálisas, felelte apám. Fióka. Fióka. A lépcső feljárat alatt rácsozott tyúkol volt. Tyúk nem volt benne, szabadon legelésztek a kertben. A legény apám intésére betette a sast a rácsok mögé, és a forgó fareteszt ráfordította az ajtóra. Apám pénzt adott a legénynek, s én tudtam, most már miénk a kőszálisas. Még nem vagyok iskolás, sok az időm. Ott ülök vagy állok a sasketrec előtt, és bámulom a végtelenségből hozott madarat. Ő is bámul. Majdnem akkora, mint én. Anyám vizet ad neki, tikkattan issza, és májat hoz az örménymészárostól. Faj a mohón. Az utca paraszt gyerekei odagyűlnek, és velem együtt álmélkodnak az óriáson. A macska kíváncsian odasompolyog a rácshoz, de hatalmas ütést kap a csőrétől, és révülten menekül. Nő, nő a sasunk. Talán repülni is tudna már. Titok. Egy napriadalom közeledik a házunkhoz. Második szomszédunk, a gazdag örmény kereskedő csűre és istálója ég. Gyújtogatás, hallom a szót. Először életemben. Gyári munkások szaladnak hozzánk, kiviszik a bútorokat a házból, létrákat hoznak és vizes ponyvákkal védik a záporozó szikráktól a zsindelyfedelet. Anyám a kezét tördeli, apám intézkedik, én a bútorokat őrzöm. Még a sasról is megfeledkezem. A tűzvész kikerül, de túl rajtunk a szomszéd gyári lakatos háza kigyúl. Talán a szél akarta így. Magas deszkakerítés választott el attól az égőháztól. A palánkra nézek, és megdermed a szívem. A kőszálisas ott ül a palánkon, és emelgeti a szárnyát. Az űrzavarban valahogy kiszabadult a rács mögül, s most ott magasodik fel az égőház előterében. A sas, kiáltozom féltéssel és síró félelemmel. Még ott áll, még nem tanulta meg a repülést. Apám szól, két kamasz fiú felkap egy ponyvát, és közeledik vele a kerítéshez. A szívem ki akar ugrani borda ketrecéből. Most ügyes lendítő mozdulattal rávetik a ponyvát a sasra, aztán felkapaszkodnak, és belegöngyölik. Már hozzák, és a következő pillanatban megint bent van a ketrecben. A nagy izgalmú napot nyugtalan álmú éjszaka követi, de megvan a sas. Nézhetem, és gyönyörködhetem benne újra. Nem tudok nevet adni az érzésemnek, csak később, mikor nagyszerűség hat rám olvasmányban, természetben, drámában, akkor jut eszembe, ez volt az, amit akkor éreztem, ebben a gyermekkori élményben vannak fenségérzésem gyökerei. Egy életre megmaradtam a madarak pártján. Szeretem a szarkákat, ezeket a festői ruhába öltözött gyönyörű rablókat, a legzordabb telet is átvészelő széncinkét, a tavaszi verőfényben cikázó fecskét, és a messzi egek vámorát, a vadludakat.
Ma nagy hóhullás van odakünt, és eszembe juttatja a galbinai telet. Akkora havazást, amilyen ott volt, azóta sem értem. Karácsonyra mentem föl szüleimhez látogatóba. Néha odaálltam az ablakhoz, és a felséges hóesésben gyönyörködtem. A hó akkorára nőtt az erdőben, hogy a ruszin munkások többször őzet fogtak benne. Sok volt az őz, különösen a sziklásabb erdőrészeken. Ha a munkafelügyelőkkel 3-4-en elindultunk őzet lőni, sorban egymásra hat nyomába léptünk, úgy haladtunk. Aki elülment, 30-40 méteren kifulladt, és fel kellett váltani. Buzzi Pietro Pieronit, a sasorú és sasszemű kalintiai olasz volt a vadászat irányítója. De az őzek lőtávolságon túl fölkeltek előttünk. Csak egy-egy mérgezett nyestet szedtünk ki a hóból, és kimerülten, nagyobb zsákmány nélkül tértünk haza. Majd meghajtjuk őket kopóval, jelentette ki Varga, a barna képű magyar manipuláns. Másnap Szimeon felhozott a faluból pórázon 2 sovány kéhezett kopót. Holnap reggel, tűzte ki Varga az időpontot. Új esztendő napját virrasztotta fel az a reggel. A kutyákat Varga vezette az úttörés fárasztó módszerével, míg eljutottunk a galbina sziklájának nevezett orom alá. Ritkás fenyővel és bükkel benőtt hegyoldalba. Engem egy szakázúzmos öreg fenyőhöz állított a manipuláns, ők ketten a kutyákkal hátrébb vonultak. Valószínűleg háromszögben álltunk, mikor Varga a 2 kutyát eleresztette. Egy darabig semmit sem hallottam, legfeljebb az őszapók és cinkék csőrének percegését a fejem felett a fenyőtobozokon. Vadászizgalom. A történés előtti csend. De most a 2 kopó hirtelen nyiffantani kezdett, vadra bukkantak valahol. A galbina szikláján többszörösen visszaverődik a hang. Néha úgy hat, mintha egy egész kopófalka csaholna. A szívem dobogni kezd. Felhúzott ravasszal ott állok a testes fatörzs mögött, és hallom, ahogy a kopók nyiffantó hangja felém közeledik. Előttem az őserdő egy kidőlt fenyőóriásul fekszik a hóban, éppen a puskacső irányában. Még nem látom a kutyákat, de a hang már olyan közel van, hogy a gyermekkoromból hozott minden vadász ösztönömet felkavarja. De most a kutyák előtt jó kődobásnyira, piros-barna folt fehér alapon, megjelenik az űzött vad, az őz. Küzd a hóval, de a kutyák is elelmerülnek benne, s itt-ott nem is futva, hanem kiugorva közeledik a hold fenyő felé. Már ott van, de megtorpan az akadály láttán. Néhány lépést tesz a fekvőtörzs mellett a facsúcs irányában és vissza. A könnyebb átugrás helyét keresi. Meglassul. A kopó kilógó hosszú nyelvvel veszedelmesen közelednek. Az őz nem tétovázhat tovább, átugrik. És abban a pillanatban dörren a puskám. Mintha visszaszerezte volna futó lendületét, a fenyőn túl menekül már. Most eltűnik egy dombos emelkedés mögött, elhibáztam. Utána sietek. Az emelkedés havában vér. Sok vér. A lejtőn hosszú, mély horzsolás a hóban, a zuhant ősz testének nyoma, ahogy a dombról lecsúszott, s egy fatörzsnél megállt. Őzbak. Vadász szemnek gyönyörű példány. Fölébe hajlok, még piheg. Csak ne nézzen rám. De rám néz. A kutyák ott teremnek, és dühösen tépni kezdik a szőrét a farán. Elverem őket unnan a puskámmal. Még néz, de már nem sokáig. Megüvegesedik a szeme. Később kiderült, hogy a szívét érte a sörét. Vadász öröm. Gyilkos, gondolom magamban. És nem érzek semmi büszkeséget, mikor a lövésre odasiető társaim az elejtett vadat és a lövést szakértelemmel dicsérgetik. A szemét látom az őznek, azt a látó szemét, ahogy kialvó élete utolsó pillanataiban rám nézett. Több mint 50 éve múlt annak, hogy egyetlen őzemet meglőttem. Itt a nagyváros háztetőire most sűrűn hull a hó. Ha a szememet behunyom, nagyobb havat látok, s őzek kelnek fel előttem a galbinai hóban. Felkelnek és eltűntek a ködben s a fehérségben.
de azt a két szemet sohasem tudtam elfelejteni. Ma is látom. Az évben már sötét volt a karácsony. Nem csak azért, mert nem érkezett meg a gyermekszemeket felcsillantó hó, hanem azért is, mert szűkölködtünk, és nem lehetett a régi karácsony esti ajándékozásra gondolni. Koldussá lett az angyal, s feleségemnek is le kellett mondania a családi hagyományt jelentő, mennyezetigérő karácsonyfáról. Zűrzavar ostromolta a lelkeket a külső világból, és olyan jól esett volna egy kedves, tiszta hang. Talán ezért is határoztam el. Olyan ajándékot veszek, ami az egész család öröme lesz, s nagymamát és nagytatát is felcsalogatja a földszinti kis szobából. És vettem egy ismerősömtől egy kanári madarat. A gyermekek szeme elől elrejtettem az üres szobába, és csak este felé loptam be a fal alá ezüst fényű kalitkában. Eljöttek az örömpercei. A két fiú csengetésre beszaladt, és csillogó szemmel nézte a gyéren meggyújtott gyertyácskákat és színes papírosba burkolt olcsó édességeket. Nagymama megkapta a mosdószappant, nagytata a pakli pipadohányt, és csendesen levonultak a lépcsőn szobájukba. Mondom, koldussá lett az angyal. De a kanári, a közös öröm madara hallgatott. Néztük ünnepi várakozással, de egyetlen hangja sem volt a számunkra. Kissé bánatosan tettük le a fejünket éjszakai pihenésre. Megvirradt. Kinyitottam az ablaktáblákat. Üvegeiket már aranyozni kezdte a nap. És akkor csoda történt. A karácsonyfa alatt megszólalt a madár. Halkan szólalt meg, és bátortalanul, mintha üveghangon szólna hegedű húr.
A feleségem már ébren volt. Hallja? Kérdeztem. Boldogan felelte. Hallom. De már a két fiú is kinyitotta a szemét, és felültek az ágyon. Szól a madár? Szól, mondtam. Örüljetek, kisfiaim. És ők örültek, úgy örültek, mintha minden karácsonyi kincsét elhozta volna nekik egy dúsgazdag angyal. És a kanári hangja egyre erősödött. Néha édes strófákat formált a hang, máskor folyamatosan zengő áriába ment át. Istenem, milyen gyönyörű volt. Akkor már ott guggolt a két fiú a karácsonyfa közelében, hálóruhában. Ne menjetek közelebb, mert elhallgat, szóltam. Szót fogadtak. A fa túlsó oldaláról az ágakon keresztül figyelték a nyitott csőrét, a rezgő torkát és a világ legszebb énekét. Nem sokára nagymama és nagytata is feljött. Leültek, és úgy hallgatták a csodálatos énekest, aki attól kezdve minden nap gyönyörködtetett. Karácsony elmúlt, nehéz hónapok következtek utána, gond, gyász és munkába menekülés. De az a madár, mint egy tisztultabb világ hírnöke, minden nap felemelte énekével a lelkünket. Recsegtek, ropogtak körülöttünk a világ eresztékei, és tanácsosabbnak látszott nagyobb városba küldeni a két fiút, rokonokhoz, a másik nagymamához. A madarat is vitték, féltett kincs, talán biztonságosabb helyen lesz ott, velük. De az eresztékek ott is recsegtek. A háború vérontása után dögvészes emberpusztulás jött. Egy drága rokon, akit megkínélt a háború, a tüdőpest is áldozata lett. Egy másik, akinek érzékeny füle nem bírta elviselni az eresztékek ropogását, öngyilkosságba menekült. A halál kiélesített kaszával járt a romok felett. Csoda-e, hogy akik etették a madarat, ezekben a szorongató napokban megfeledkeztek róla. Éhen halt. Elhallgatott az ének. Eltemették a madarat. De mi volt egy madárka halála a százezreké mellett? Sírkövet nem kapott, de ha kapott volna, egy rettenetes évszámot kellett volna vésni rá, és hozzá ezt háborús halott. Érdesen!
Itt is, ott is az emberek jajszava hangzott. Szóhoz jutott bennük az ínség és a keserűség. Döbbenten álltunk egy fogyatkozó világban, ahol szokásaink és javaink rendre elhagytak bennünket. Nincs cukor, hangzott az emberek panasza. És én elhatároztam, hogy méhészkedni fogok. A kertben lugas volt, a kerten túl az őrhegy, szabad határ. A lugas mögött kőfal volt, a kettő közt keskeny járat, csak olyan szélességű, hogy egy ember átmehetett rajta. Kővel és tégladarabokkal volt tele az alja, a kertben összegyűjtött köveket dobálhatták oda valamikor. Miért nem? Egy nap bekerültem a lugas mögé. Talán azért, hogy a szomszédomnak átkiáltsak és méhészeti tanácsot kérjek tőle. Vigyáznom kellett, hogy el ne bukjam a kövekben. Amint figyelve lefelé nézek, meglátok egy méhet. Leszállóban van, és le is száll a lábam előtt egy kőre. A kő mellett arasznyi nátszál hever. Figyelem, a méh eltűnt, bebújt a nátszálba. Kíváncsi leszek, és óvatosan kezembe veszem a nátszálat. Figyelésem csodálkozássá változik. A méh bent szorgoskodik. Sejtet épített a nádba, és oda gyűjti a mézet. Hát ilyen is van, álmélkodom. Nem csak méh családok vannak, remete méh is akad. A felfedezésem mélyen elgondolkoztatott. Így zúg és zsong a kaptáros méh családok élete a nádszától 3-4 méter távolságra. Mi okozhatta, hogy ez a méh kiszakadt a közösségből? Hogy mert szembeszállni a közösség ősi szigorú törvényeivel? Önként távozott? Vagy dolgozó társai üzték el? Palota forradalmár volt. A királynő ellen lázított. Nem tudott gyönyörködni a nászrepülésben, heregyűlölő volt? Vagy csak önző individualizmusa csábította erre a külön útra? Vajon én is ilyen remetemé volnék, aki nem tud vagy nem akar boldogságot lelni az otthont jelentő kaptárban? Engem is elűznek majd innen, az erdő aljáról. Vagy önként indulok útnak, hogy idegen tájak mézét gyűjtsem a magamra építette titkos kaptárba. Állati ösztöne nem éreztette meg vele, hogy vége lesz a nyárnak, és aki nem húzódik meg a kaptár melegében, a családban, annak pusztulnia kell a hótól s hidegtől. A köves járat attól a naptól kezdve érdekes helyé vált számomra. Felvettem a nádot, és láttam, remete méhem szorgalmasan gyűjtögeti bele a magának való mézet. Szerettem volna megfigyelni őszig, vajon nem gondolja el meg magát, és nem tér-e vissza a családba, ha figyelmeztető hűvösségű napok jönnek. Nem tehettem. Azon az őszön olyan rengések érték országok és emberek életét, hogy nem a méhek, hanem a magam családjának sorsával kellett törődnem. A méh elpusztulhatott. És mikor völgyünkre tört az áradat, és már hegy se volt, hogy mentő csúccsal incsen, egyetlen egy kőszikla megmaradt. Egyetlen tornyos sziklaszál. Az Isten. Thank you.
A Duna hídján a korlátnál emberek állnak. Felnőttek és gyermekek vegyesen. Nézik a folyó felett hintázó és a vízre leleszálló sirályokat. A mi Duna szakaszunkon is gyakran látom ezeket a víz felett lebegő korálpiros csőrű madarakat. Néha magasra fölcsapnak, és a szemem elveszti őket a kékségben és a ködben. De tenger felett is láttam sirályokat. Akkor már téliesre fordult az idő, sárgán világítottak a szigetek nyírfái az északi tenger haragosan csapkodó gránit partjai közt. Hajón finn kikötőből indult el, és a svéd szigettengeren haladt Stockholm irányában. Amerre haladtunk, gyakran felbukkant egy-egy sötét gránit sziget, rajta fenyő és nyír, fenyő és nyír. Magányos világítótorony állt némelyiken, el kellett hinnem, hogy ott azokban ember él. Sirályok szegődtek a hajó nyomába, és én azokat néztem. Nagyobbak, mint a dunaiak, tengeri sirályok. Olykor egészen a fedélzetig és a kéményig emelkedtek, majd leszálltak a hullámok fölé, és a felcsapó hideghab meg-megfürdette őket. Mintha uszája lettek volna a hajónak, úgy kísérték. Ritmus volt a lengésükben és lebegésükben. Néha fölcsaptak a fejem fölé, bizonyosan azt várták, hogy megetessem őket. Különös kép lehettem, egyetlen fekete utas a fedélzeten, és körülöttem a víjogó, rikácsoló, követelődző, tajtékfehér sirályok. Ha nem kísértek volna, kibírhatatlanul nyomasztó lett volna az a zord és viharos tengeri komorság. Milyen jó, hogy kísérnek, milyen jó, hogy ezt rikácsolják. A mi országunk a tenger, sirályország. Csak az övék. Egyszerre panaszos, magas madárhang ütötte meg a fülemet. Több is. Olyan volt, mint amilyent ősszel halok, mikor nyírfáimra száll egy fájdalmasan síró kis madárcsapat. Csupa íj, csupa olyan szomorú íj, hogy az ember szíve megfájdul tőle. A hajó felett szállt át a síró madárkák csapata. Álmélkodva néztem utánuk. Költöző madarak volnának. Tudom, a fecske is, a sárgarigó is, a gyúgyalag is, a fülemüle is vállalja a nagy utat, ha ösztöne megszólal. Csodálatos ez a tengeri utat vállal a lovak merőség. Biztató és felemelő. Bátorító. Bátorító annak, akiben olyan szomorúság van, mint bennem. Mert egy drága halottat viszek magamban, felfelüvöltő hullámok között az északi tengeren. És néha úgy sír bennem valami, mint azok az apró drága madarak a fejem felett. Annának hívták. A kis unokám volt. Az utolsó menedékem a völgy tündére. Amikor a halál elragadta tőlünk, megértettem, hogy minden más fájdalom csak előjáték volt ehhez, a legnagyobbhoz. És úgy sírtam fel akkor, tagolatlan kiáltással, mint a madarak. Szenvedek, repesztő.
A vihar senkit sem kímért. Mit volt mit tenni? Visszavonultam a völgybe. A téli viharok ugyan itt is kegyetlenek, de az emberektől legalább úgy, ahogy védve vagyunk. Fecskék, őzek, farkasok járnak csak erre, és a természet, nem pedig az ember törvénye oszt életet és halált. Különben alig volt a völgyünkben olyan tél, melyben ne találtam volna elhult rigót a hóban. De az a tél, amelyre most visszagondolok, több madár áldozatot is követelt, és nem elégedett meg a kényesebb fekete rigókkal. A kapunk előtt nagyon régi ismerőst, megyvágót is találtam a hóban. Ugyanaznap a házfala mellett erdei pincre leltem. Az is hím volt. Behoztam a dermet madarat, de nem a kalitkába tettem, hanem két összetett tenyerem odvában melengedtem. Jó volt megérezni, hogyan mozdult meg a karmos kis lába. Aztán a csőre érintését érezte meg a tenyerembőre. És egyszer csak kiszállt a tenyérkalitkából, és felröpült a függönytartó rudra. Úgy emlékszem, januárban jártunk. Nem sokára megszólalt, és magas helyéről érdeklődéssel figyelte járásunkat, kelésünket, a szobában mozgó életet. Igen, kedves téli társunk lett, ott röpködött a fejünk felett, és eszünkbe sem jutott, hogy kalitkába zárjuk. Csak olyankor nyugtalankodott, ha cinkék tülekedtek a napra forgó magért az ablak etetőjében, olyankor leszállt a belső párkányra, és izgatottabb lett egy tagú muzsikája. Ivóvizet befőttes üvegtálacskában adtunk neki az ablakpárkányon. Egyszer benyitok a szobába, és látom, a mi pincsünk fürdik. Azóta minden nap megkapja a langyos vizet, és minden nap megfürdik benne. Odakint a mi csermelyünkön még jégburok volt, és a vize a nem látható esések helyén tompán zuhogott a jég alatt. Maradj még, pintyőke, maradj! Szóltam hozzá, ha megtévesztő fénnyel szűrődött keresztül az ablakon a napsugár, és tavaszodást hazudott a madárnak. De a január elmúlt, és egy nap megszólalt a ház külső falán a hólé habzsoló csatorna muzsikája. Napról napra nyugtalanabb lett a madaram, mind gyakrabban szállt le az ablakpárkányra, és idegesen lépegetve nézett ki a tarkuló külső világba. Kinyitottam az ablakot, fénykéved ült be rajta, és azt mondtam neki, menj! És ő boldog kirepüléssel szállt fel a szomszéd almafára. Jó érzésem volt, visszaadtam a természetnek egy életet. Majd eljön az április, és megszólal a hangja valahol a közelben. Jégfogú szél nem varad, a koldus is tudod.
ide, hozz ide már. És most add a lelked. Karcsúváz, amely őrzi még a nyár borát, s a hervadás vörös varázsa most ráborítja bíborát. Majd alszom perje fű alatt. Idő nem űz, és gond nem ér. És nem történik semmi sem. Fény gyúl. Eső hull. És zúg a szél. Egy verset felolvasnék tőle, így utoljára.
az a cím, hogy útra van. A lélek, mikor búcsúzva vontja szárnyait, visz magával a földről valamit. Eszmét, melyet virágba ő hozott, virágot, melyet ő virágoztatott. Én, Istenem, én mit vigyek neked? Nem vihetek én más, csak verseket. Kiválasztok pár útamra valót, a többinél tisztábban dalolót, s ahol ösvénnyel vár az égirét, zenét hallok majd, felséges zenét. Barátom, aki már előre ment, azt a zenét rég hallja odafent. S ahogy azt a muzsikát hallatom, ezt a keveset rendre hullatom, az a zene csak vallatja velem süket sor. Nem merem, el sem merem. S amikor, Uram, hozzád érkezem, könnyű kezem miatt szégyenkezem. A választottakból csak egy maradt, az, melyben elfogtam egy sugarad, az, amelyikben elmondtam neked, hogyan szerettem drága földedet. Szólok, csak ennyit hoztam. Ó, Uram, ne ítéld meg nagyon szigorúan.